Ultimate Epic Battle Simulator! Ultimate Epic Battle Simulator! Srácok, Ultimate Epic Battle Simulator! Mi? Hogy kell ezt elképzelni? Srácok, hogy? Ingyenesen volt beszerezhető ez a játék, de amúgy nem egy nagy összeg, és beszereztem. Beszereztem, mert nagyon régóta kíváncsi vagyok rá, hogy mit tud nyújtani egy Ultimate Epic Battle Simulator! Van Sandbox Mode. Kérlek szépen Sandbox Mode, és ki tudjuk választani a Unity kategóriát. Elvileg én letöltöttem hozzá 2 darab különlegességet, mert hogy van neki itt a workshopban, ugye a Steam-es workshopban, egy csomó minden cucc, amiket itt be lehet szerezni, aminek most valamilyen nem tölti be a képeit, de tök mindegy, Sandbox. Na nézzük meg, mi a Unity-kat lehet kiválasztani először is a pálya. Milyen legyen? Flat, az biztos nem. World Imperium. Vulcano. Modern City. Ez ám a Modern City. Legyen a Modern City, ez jól néz ki. Oda minden mehet, nem? Epic! Mik vannak? De nézzük! Medieval. Heroes. WW2. Evil. Animals. Chicken. Küldjük harcba a csirke sereget! Srácok! Harcba küldjük a csirke Epic sereget! Harcba a csirke sereget! 250 csirkeeg, nem! Legyen! Ennyit meg sem bír jeleníteni, várjál, akkor legyen mondjuk 5000 csirke. 50000 csirke. 5000 csirke, oké, nézzük meg, 5000 csirke versus! Legyen ez a Heavy Knight. Legyen, nézzük meg, és hogy legyen igazságos ez a küzdelem, ezért ebből legyen csak 50. És akkor itt a térképen meg tudom fogni, azt össze tudom őket itt rakni. Itt lesznek a csirkék serege. Oké, és akkor be kell állítani, hogy merre fussanak. De várjunk, azért ennyivel még nem ússzák meg, mert még valami evil, zombie, runner zombie, skeleton warrior, nem. Jön egy darab giant cyclops. Nem fog érkezni a giant cyclops. Kicsit lekési lehet a csatát, de ő is ott lesz. Beállítottunk mindent? Start! Nézzük meg a harcot! Ott vannak a csirkék! Itt állnak. Várjál, itt tudok mozogni. Itt vannak a csirkék. A csirkék serege, a legyőzhetetlen sereg. A legyőzhetetlen csirke sereg. Nézd azokat a rettenthetetlen fejek. Várjál, hol van az ellen? 50 darab begőzött katona. Minden elhivatás. És a legfontosabb, sajnáljam, nem hagyhatjuk ki a Cyclops! Fú, de nagyon csúnya ez a Cyclops. Azt a büdös életbe. A csatatér kész. A katonák készen. A csirkék elkészültek. Oda nézz! Hogy megindultak a csirkék? Hogy üvöltenek? Üvöltenek a csirkék! Halljátok! Üvöltenek a csirkék! El sem hiszem! Hogy mennek, tatyognak? És oda nézz a katonákat. Ott jön a Cyclops is szépen lomhán. Hú, de futtak, de erre kíváncsi leszek. Úristen! Gyűrűk ura, kutya fülejehez képest! De gyerünk! 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 Amúgy tudok belenni emberben? Na mindegy, várjál. Úristen! És kezdődik! Azt az eget neki! De ezek a csirkék egyáltalán egy embert meg fognak tudni ölni? Hát mondjuk eléggé epikusan sok, és az ork mindjárt ideér. Na várjál, mert hogyha jól láttam... Óta nézd, én is tudok csirke lenni! És tudok is ütni? Aha, tudok ütni. Oda nézd, hogy kaszabolják az embereket! Vagy hogy az emberek kaszabolják a csirkéket! Epikus! Itt külön harcot vívnak. És oda nézd, jön az ork! Az olyan itt megtalálja őket, vagy el fog menni mellettük. Oda nézd, őt irányítom. Segítek a csirkéknek! Jújj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 
nagyon jó. Te figyeld! Ez ilyen nincs! Az 5000 csirke? Az 5000 csirke legyőzte a lovagokat? Hát, mi a szösz? Na azért vannak dolgok, amire az ember nem számít. Na de várjál, mert töltöttem én lehez ilyen modokat. Például Baby Groot, meg Pikachu. Mit? Legyen 60 000 Pikachu, 10 000 Pikachu, US Soldier, és akkor válasszuk ki a másikat, amit itt kiválasztottam, a
Pikachu-t, Pikachu, bocsánat, az előbb rosszul mondtam. Ő belőlük is kéne azért 5000, nagyon szupi, oké, és a Pikachu-ból meg legyen megint 10000! Na lássuk, ki fogja megnyerni ezt a csatát? Vajon min veszhettek össze, érted? Na, srácok, 10000 Baby Groot, 10000 Baby, várj, ez Team 1, ez Team 3-ban. 10000 Baby Groot, 5000 Soldier, és 10000 Pikachu. Ez egy epikus harc. Nem csoda, hisz a neve ez, hogy Epic Battle Simulator. Itt vannak. Úristen. És betöltötte az 5000 US Soldier, világháborús katona itt van. Nagyon jól néznek ki, nagyon lazák. Meg ott is van, na várjál, erre nagyon kíváncsi vagyok, mert csak ilyen fekete mocskokat látok. Ez a 10000 Baby Groot. Jaj, de aranyosak! Istenem, milyen nagyon aranyosak! Hogy áldogálnak a kis ruciukban? Oké. Okay. Hát fél 10000, amint ráviszem a kamerát, széjjel szakadok. Oké, okay. És a Pikachu-kat még nézzük meg. Hát ezt nem hiszem el. 10000 Pikachu. Pika, pika! Milyen aranyos a pik... Mondjuk a karja egy kicsit furán áll, nem? De milyen picik... Szerintem a karját elrontották, mindegy. Ez egy dicsőséges nap. Dicsőséges nap ez, amikor az amerikai katonák a Baby Grootokkal és a Pikachu-kkal harcoltak. Történelmi pillanat. Megindult. Hú, de gyorsak a Pikachu-k. Azt üzeget neki. Hogy mennek. Figyeld. Te, és ezek csak így ide fognak menni? Valahogy csak fognak, nem, az a gond, elrohannak! Pikachu-k? Hogy mondják közben? Irányítom! Várjál, ezt akarom. Várjál, valamelyik Pikachu, nem, így, oké. Okay. Várjál. Ó! Lézerrel lő a Pikachu! Hogy tudok odalőni, ahova én akarok? Na várjál. Úristen! Úristen! Ne, szegény Pikachu-kat közbe fogják! Jajaj, viszont még itt mindig vannak. Azt az istenit neki, tiszta! Azt a lézerparádét nézzétek meg, emberek! Arra is a Baby Grootok, hogy futnak. Arra, ezt meg is nézve, ez hogy jut? Ja, ez csak itt simán? Hát nem csinál túl sok mindent. Harc! A dicsőségért! Gyerünk! Harc! Baby Grootok! Azt a lézersót nézzétek! Menjünk Pikachu meg minden! Ha nem bírom, eltalálok! Gyere Pikachu! Meghalsz! Ez az, megöltem! Megöltem Pikachu-t! Jaj, úristen! Csú! Azt az eget! Csú! Ezt te sem hiszem! De miért? Amikor nagyon betéptek a készítők és el akarják adni a projektet, amikor a... Figyeld már, milyen lézer parádét tollak, érted? Várjál, melyik vagyok? Ez vagyok, oké. Okay. Tudok lőni, de azt sem látom, ott ugrálnak, fél, hogy ugrálnak. Némelyik csak így... Milyen kicsi a Pikachu az emberekhez képest. Amúgy ezt elvesztették szerintem az emberek, amely már. Én azt hittem azok lesznek a legerősebbek, az... Hallod, elláspángolja őket ez a Pikachu sereg. Mert azt mondom, hogy még a Baby Groot, meg a Pikachu harca, azért azt mondom, hogy életszerű, mert méretre azonosak. De amikor a katonák a harcol, a második világháborús katonák ellen a Pikachu-k, nézzétek, már halomra ölik egymást. És erről szól a játék. Ti már nagyon... Lehet valahogy az időt gyorsítani? Itt van, oké. Okay. Re a P-vel. Azt az eget! Ezeket a Pikachu-k halomra ölik a katonákat. De milyen kicsi!
játék az emberekhez képest, és ezt el sem hiszem. És ezt valaki megcsinálta. Széjjel szakad, hallod? Játék közben széjjel szakad a gép. Nem bírja az 5000 Pikachu-t. Egy darab Chuck Norris. Na menj már. Na várjál, és ki az erősebb? Futós zombik ellen, miközben Chuck Norris oldalán harcolnak. Harcol 500 darab csirke, és ellenük 3000 zombi fog menni. Kérem, ez lesz itt a dicsőséges pillanat. A futós zombik ellen. Itt vannak a zombik. Nagyon szépek. Lenyűgözőek, csak tudnám miért üvöltenek úgy, mint egy katona. Oké, itt vannak a futós zombi. De engem csak a mester érdeke, ott a 250-tik. És ott van ő. Itt van a csirkék serege. Tőkön ülve várják már, hogy a halálukba rohanjanak, de itt van. Itt van ő. Az egyetlen. A lenyűgöző. Chuck Norris. Hát amúgy nem nagyon hasonlít rád, azt tudtátok, hogy Chuck Norris szakálla mögött még egy ököl van? Na nézzük. Hát erre nagyon kíváncsi leszek. Chuck Norris versus a futós zombik. Start. Ja, és a csirkék, még ők is ott vannak, de nem adnak hozzá túl sokat. Chuck Norris megindul. Rendületlenül szalad. Elképesztő a sebessége. Chuck Norris! Most! Chuck Norris megmutatja! Nézd meg! Nézd meg! Amikor fekvőzik, nem magát nyomja el a földtől, hanem a földet nyomja el magától. Az univerzum tágul, mert mindenki menekül Chuck Norris elől. Egy ember, mit az ember? Egy olyan ember, aki lehámlotta a saját anyját, mikor megszületett. Érted? És a zombik. Gyerünk, Norris! Azt az egeteki! Mekkorákat csap rajta, Norris! Azt az egeteki! Hozzá se tudnak érni Norrishoz! És jönnek a csirkék. Ők még ott tartanak. Elüti őket! Egy saller és vége a zombiknak! Ász, Norris megnyeri, gyorsítsuk csak fel az időt. Oda néz! 250 csirke, ne aggódj Norris, itt a felmentő sereg! A csirkék itt vannak! Ne aggódj Norris! Fél, hogy körbevették a zombik, nem tudják. Várj, és milyen Norris bőrébe? Úristen! Úristen, én is tudok Norris bőrébe harcolni! Nagyon jó érzés! Nagyon jó! Amúgy, figyelj már, viszik le az életét Norrisnak. Kijövök, mert lehet, hogy ő jobban tudja. Várjál! És miért egy átlag zombinak? Ó! Oh. És a csirkéim? Megették a zombik a csirkémet? Figyeld már, hogy puffölj őket. Oda néz! A kör közepén állok! Körbe vesznek zombik! Ja, zombik! Már ott! A Chuck Norris nem sajnálja az öklét! A csirkék már rég halottak, de Chuck Norris! És kész! És megnyeri Norris! Chuck Norris! Hölgyeim és uraim! Az egyetlen, legyőzhetetlen, utánozhatatlan Chuck Norris! Ő szerintem nem hasonlít, de elhiszem, hogy ő az. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok erre a videóra, hogy ha szeretnétek még látni ebből a videót, akkor írjátok meg kommentbe, hogy kiket küldjünk ki ellen, és akkor a következő részben megtaláljuk, hát ha vannak ilyen modok még hozzá. Továbbá lesétek meg a leírást, ugyanis ott szerezhetek be a menő zsidós cuccom, továbbá a vadonatúj könyvet is be tudjátok szerezni ott. Köszönöm, hogy itt voltatok, sziasztok!